Tisztelettel köszöntök mindenkit, megerősítem, az utolsó előadó következik. Nem sorolja fel az egyenlő bánásmódról szóló törvény az utolsó előadókat hátrányos helyzetűként, de azért nem könnyű a helyzet, több szempontból sem. Ilyen három csapás alatt érzem magam egy kicsit, mert nagyon kiváló előadások hangzottak el előttem. Másodrésztről az önök szakmai tudása, amit itt megszereztek ebben a záropos pályázatban, az szintén nagyon magas szintű, és hát ugye az ebéd közelsége sem elhanyagolható tényező, úgyhogy igyekszem tényleg rövidre fogni, és nem visszajönni a türelmükkel. Én azon előadók sorát bővítem, akik a... Vagyis lehet, hogy talán nem, talán mégiscsak egyedi a dolog, mert én meghagytam a címet, és megváltoztattam a tartalmat. Na jó, ez csak félig igaz. Ugye a törvényességi felügyelet szerepe a helyi esélyegyenlőségi programoknak a nyomon követésében egy elég száraz dolog tulajdonképpen, hogyha végig gondoljuk, és nem szeretném itt megismételni a helyi esélyegyenlőségi programok elfogadásának szabályait, menetét. Én két oldalról is láttam ezt a dolgot, egyrészt még Baja városában, illetve Kecskemét városában aljegyzőként, és utána láttam a kormányhivatal oldaláról is, mint törvényességi felügyeletet ellátó szerv, és érdekes volt mind a két oldalról. Amikor készítettük Baján, illetve Kecskeméten, illetve a kollégák készítették, és odahozták hozzám, ugye, mint jegyzőasszony helyetteseként, hogy ugye a törvényességi vizsgálatot az előterjesztés kapcsán végezzük el, akkor azért nagyon nehéz dolog volt ez, mert egy olyan dologgal szembesültünk, és hiába jogász az ember, ez nem olyan egyszerű dolog, amit csak pusztán szárazon lehet kezelni, és tényekről van szó, hanem ez kőkemény szakmai tartalom. Azon kívül, hogy ugye megnézi az ember, hogy megfelel a törvényben, a kormányrendeletben, illetve az emmi rendeletben, végrehajtási rendeletekben foglalt kereteknek, amik azért eléggé komoly keretek, tehát nagyon is megmondja a jogalkotó, hogy hogyan kell kinézni egy esélyegyenlőségi tervnek. Azon kívül, hogy ezt végignézzük, önök töltik fel szakmai tartalommal, és mi ezt vagy elfogadjuk, vagy nem, általában meglepődünk rajta, mert ez egy olyan tükör volt, ami nem az, amikor a homályos szobában szembenézünk a tükörrel, és úgy körvonalakat sejtünk, hanem ez egy olyan tükröt tart a döntéshozók elé, mindig egy helyi esélyegyenlőségi program, ami bizony az a fajta tükör, amikor nagyon erős fény van, és minden kontúr látszik, és olyan dolgok is látszanak, amit lehet, hogy nem is akarnánk, hogy látszódjon. De nagyon-nagyon komoly dolgokkal szembesít egy helyi esélyegyenlőségi program, szembesíti vele a döntéshozókat, és ugye azon kívül, hogy szembesíti velük, bizony egy döntési helyzet elé is állítja a döntéshozókat, hiszen nem csak egy pusztán egy program ez, hanem egy intézkedési terv, amihez pénzügyi eszközöket is kell rendelni bizony. És amikor a kormányhivatal vizsgálja ezt a döntési folyamatot, és most áttérek a másik oldalra, akkor nyilván megnézi azt, hogy ugye határozatok, rendeletek jogszerűségét vizsgálja, magasabb szintű jogszabálya nem ellentétes, akkor azon kívül, hogy megnézi azt, hogy ezt valóban a megfelelő eljárási folyamatokban alkották-e meg, kiemelném itt ugye az elhangzott már a nemzetiségi önkormányzatok véleményének kötelező kikérése és figyelembevétele, ezeket azért elég szigorúan szoktuk nézni. Ezen kívül azért a kormányhivatal szakmailag nyilván ebben nem fog beleszólni. És itt úgymond talán le is zárul ez a történet, amit a kormányhivatal végez az esély, vagy törvényességi ellenőrzést végez az esélyegyenlőségi programok kapcsán. Ez csúnyán mondva egy ugyanolyan határozat, mint a többi, amit tisztán a jogszerűség vonalán vizsgálunk, és az önök felelőssége az, hogy ez olyan szakmai tartalommal legyen feltöltve, ami megfelel. De itt az a kiváló pályázat, és most már nekünk is vannak olyan munkatársaink, akik segíthetnek esetleg nekünk is abban, hogy ne csak
egy formai vizsgálat legyen ebben a törvényességi felügyeleti szakaszban, hanem esetleg belemenjünk egy kicsit mélyebben is. Persze azért a jogalkotónak is meg kell ehhez teremtenie azokat a jogszabályi feltételeket, hogy ezt mi vizsgálhassuk. Ugye az esélyegyenlőségi programok elfogadásának lépéseiről már volt szó. Én itt csak annyit emelnék ki, hogy természetesen a kormányhivatal az előkészítési fázisba is belefolyik, hiszen a szakigazgatási szerveink elsősorban a Szociális és Gyermekhivatal a begyűjtött adatok alapján adatot szolgáltat. Ugye elhangzott az is, hogy miért fontosak ezek az esélyegyenlőségi programok, ezt nem szeretném ismételni, és nyilvánvalóan nem csak pénzügyi vonzata van ennek, hanem az, ami már szintén elhangzott, hogy tisztán lássanak a döntéshozók ezekben a kérdésekben. Ugye szó volt már a felülvizsgálatról is, ami szintén jogszabály által meghatározott lépésekből áll, és egy módosított vagy akár egy új helyi esélyegyenlőségi program elfogadásához vezethet. Beszéltünk te már arról is, ugye, hogy rendkívül kötött a programnak a szerkezete. Arról is volt szó, hogy kik készítik a helyi esélyegyenlőségi programot. És én ezt talán annyit emelnék ki, hogy ugye nagyon sok szakértői anyag készül folyamatosan az önkormányzatoknál is. És sokszor vannak olyan szakértők, és akár áropályázatra is gondolom mindenki szembesült már olyan áropos pályázattal, ami nem feltétlenül volt ilyen pozitív kicsengésű, mint ez, hanem nem feltétlenül olyan anyagok készültek el, amik utána a napi munkavégzést hatékonyan segítették. És azért is nagyon fontos, és én ezt minden pályázatban nagyon preferálom, hogy a saját kollégákat dolgoztassuk. A céljuttatás keretében ők vannak képben, ők vannak tisztában a helyi adottságokkal, és én pozitívan értékelem ezt az utóbbi időben. Nekünk is volt a kormányhivatalban most áropos pályázatban is pályázatunk, és a saját kollégákkal tudtuk elvégeztetni azt a munkát, amit akár kiadhattunk volna szakértőknek is, de ragaszkodtunk 10 körömmel ahhoz, hogy igenis a saját kollégáink ezt el tudják végezni ezeket a feladatokat. Felkészültek, hitelesen fel tudják válni ezeket a feladatokat, és így van ez itt is, és ez nekem nagyon nagy öröm, hogy ez ebben a projektben is meg tudott valósulni. Van egy kicsit elméleti dolog is ebben a kormányhivatali szerepben, ami egy ilyen jövőben mutató dolog lehet talán, hogy itt szakmai vezető asszonynak az anyagára is támaszkodtam egy kicsit, hogy vajon megvalósítható-e egy olyan esélyegyenlőségi elvű és nem szimplán törvényességi szakmai felügyeleti jellegű vizsgálata a döntéshozatali eljárásnak az önkormányzatok vonatkozásában, ahol ezek az esélyegyenlőségi szempontokat vizsgálhatná a kormányhivatal. Jogszabálykérdése, én azt tudom, hogy mondani. Illetve a nyomon követő, hogyha esetleg olyan döntések születnek, amelyek az esélyegyenlőség elvét sértik, és elmarasztaló döntés születik akár milyen hatóság részéről, akár kormányhivatal, akár bíróság, akár a hatóság részéről, akkor ezeket nyomon tudjuk követni, és erre legyen esetleg egy valamilyen nyilvántartás, vagy legalább egy nyomon követési folyamat valósulhasson meg. Előszeretettel szokták a kormányhivatalok kapcsán az összehangoló integratív funkciót emlegetni, és egészen érdekes dolog volt, amikor a közelmúltban egy OECD delegáció látogatott Bács-Kiskun megyébe, és hát ez volt számukra, ez az integratív funkció volt a legfontosabb, legérdekesebb téma, és nagyon nehéz volt megértetni velük, hogy azokra a szervekre, hatóságokra, amelyek nem kerültek integrálásra a kormányhivatalok rendszerébe, ott azért ez az összehangoló funkció, a kormányzati döntések végrehajtásának összehangoló funkciója azért kevéssé működik sajnos. Nyilván nagyon sok tényezős dolog ez, akár a kormány megbízott politika erejétől vagy tekintélyétől is függhet, de ez nagyon fontos lenne esetleg egy kicsit jobban cizellálni jogszabályban, ne adj Isten újabb szerveket integrálni a kormányhivatalba,
mert igazából ott működik jól az integratív végrehajtó funkció, amelyek a kormányhivatal szervezetében vannak. Ott van ráhatásunk ezekre a folyamatokra. A másik dolog, ahol az esélyegyenlőségi szempontokkal szembesül a kormányhivatal, az ugye a közügyek, közfeladatok ellátása az önkormányzatok vonatkozásában, és ugye írtam itt, hogy az elsősorban a közérdekű bejelentések, panaszok kapcsán vetődhetnek fel ilyen kérdések. Nem túl gyakoriak, de előfordulnak, hogy egy-egy közérdekű bejelentés, panasz kapcsán ilyen esélyegyenlőséget érintő szempontokat is figyelembe veszünk, illetve a panasz megválaszolásakor akár az egyenlő bánásmódhatósághoz is irányítjuk az ügyfelet. A másik dolog, ami érinti a kormányhivatalt, ugye a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet kapcsán vetődik fel. És ezt talán kevesen is tudják, mert itt beszélgettem főosztályvezető úrral még tegnap, hogy hány önkormányzat esélyegyenlőségi programja van meg nálunk, és azt mondta, hogy ilyen 38 körül van, akik megküldték nekünk, ugye 119 település van, önkormányzat van Bács-Kiskun megyében. Tehát lehet, hogy ez nem annyira ismert ez a jogszabályi rendelkezés, pedig nagyon fontos, hiszen itt pont ez az integratív funkció érvényesülhetne, hiszen a megyei köznevelés fejlesztési terv, amelyet ugye az oktatási hivatallal együtt készít el a kormányhivatal, bizony tartalmazza ezeket az esélyegyenlőségi intézkedéseket, ami bizony a helyi esélyegyenlőségi programokon alapul. Ha mi nem tudunk róla, vagy nagy Isten nem tudunk a módosításról, aki már beküldte, akkor nem jelenhetnek meg itt a köznevelésfejlesztési tervben, illetve az évente ez módosításra is kerül, ezekben az éves módosításokban nem jelenhetnek meg ezek az esélyegyenlőségi szempontok. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, aki esetleg az oktatási hivatalnak nem, vagy illetve a kormányhivatalnak nem küldte meg az esélyegyenlőségi programját, akkor tegye meg ezt, illetve a következő módosításkor is figyelje erre. Végül egy nagyon rövid kis kitekintés arra, hogy nekünk a kormányhivatalban, a gyakorlatban, a mindennapokban mit jelent ez az esélyegyenlőség biztosítása, hogy nem csak üres frázis, hanem tényleg a kollégák nagyon sokat tesznek azért, hogy mind a szakik szervek vonatkozásában, mind a törzshivatal vonatkozásában ezek a szempontok érvényesüljenek. Amikor az egyenlő bánásmód hatóság itt volt, akkor szinte ugyanezek a szavak hangzottak el. A legfontosabb dolog, hogy ismerjük azokat az embereket, ismerjük azokat a csoportokat, ismerjük azokat a problémákat ügyintézőként, vezetőként, amelyek azokat a csoportokat érintik, akikkel mi nap, mint nap ezeket a nehéz helyzetű csoportokkal mi kapcsolatba kerülünk. Ha nem ismerjük a problémáikat, nincsenek ismereteink, megfelelő ismereteinkkel vonatkozásban, akkor nem lehet olyan az ügyintézés, hiszen a jogalkalmazói ismeretek, a jogszabálytudás az nem pótolhatja ezeket a személyes élményeket. Fontos a kommunikáció, és csak így valósulhat meg az egyenlő bánásmódnak az alkalmazása. És ezek a szempontok ugye magánál, a kiválasztásnál kezdődnek, amikor valaki szociális területen szeretne nálunk dolgozni, akkor bizony a vezető kollégáim nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy akár a gyermeki jogokkal, akár az emberi jogokkal kapcsolatos hozzáállásukról, attitűdjükről tájékozódjanak. Emellett természetesen képzéseken is részt vesznek a kollégák, ilyen volt például egy migráns specifikus képzés, hiszen bevándorlás és hivatallal közösen nagyon-nagyon sok ilyen ügyünk is van, hiszen a déli határokon azért az illegális bevándorlás akár napi szinten, ha valaki bont olvas, szinte az egyik hír mindig az, hogy éppen hol fogtak el illegális bevándorlókat. És ez nyilván feladatot is generál. A Szociális és Gyermekhivatal még annó 2011-ben nyert el egy képzési támogatást, és egy olyan teljes spektrumú
előadássorozatot szerveztek. Látható is, hogy a fogyatékosok, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok vonatkozásában mind-mind olyan témaköröket vettek napirendre, amelyek a kollégák olyan kitekintését biztosították ezekre a területekre, amelyek nagyon fontosak a mindennapi munkavégzésben. Szintén ilyen volt a láthatatlan kiállításon való részvételük, amelyet támogatott a kormányhivatal, és ezek a programok nem álltak meg. Sajnos pályázati forrás most nem állt rendelkezésre, de a kollégáknak a lendülete az határtalan, a legnagyobb örömömre, és mindig olyan konferenciákkal jönnek elő, amelyek abszolút aktuálisak. Legyen itt szó a gyermekbántalmazásról, vagy akár az internet veszélyeiről, a tudatmódosító szereknek a veszélyeiről, mind-mind szakmai fórumok kerültek megtartásra, és ezek nem csak belsők voltak, hanem olyan közérdeklődésre tartottak számot, amiben nagyon nagy számmal vettek részt mind a társhatóságok, mind az oktatási intézmények, illetve a sajtóképviselő is, és szerencsére nagy nyilvánosságot is kapott. És hát többször említettem, hogy az egyenlő bánásmódhatóság munkatársaival is felvettük a kapcsolatot, és egy esélyegyenlőségi nap megszervezésére is sor került a közelmúltban, ami szintén nagy sikerrel zajlott le. Talán kevesen tudják, hogy van egy együttműködési megállapodás a kormány és az országos roma önkormányzat között, amelynek keretében országosan 100 roma származású állampolgár dolgozhat járási hivatalokban. És azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk is 9 járási hivatalban dolgozik roma referens, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy sikertörténet volt. Szerencsém oktatni is még annó a felkészítéskor Pécsen pár leendő kollégát, és abszolút pozitív tapasztalataim voltak. Nagyon motiváltak, nagyon elkötelezettek tenni akarással, és ez nincs másképp a mi megyénkben sem. Mai napig is jól működnek, hatékonyan segítik a munkát, legyen szó a munkaügyi központokról, vagy akár a szociális és gyermekhivatalról. Bemutatásra kerültek a polgármestereknek, jegyzőknek is, elfogadták őket, ismerik őket, bevonásra kerültek az ügysegédi feladatok ellátásába, kimennek kis településekre is, segítenek a nyomtatványok kitöltésében, hatékonyabbá teszik az ügyintézést, és abszolút pozitív visszajelzések vannak a roma referensek vonatkozásában. Minden hónapban beszámolót készítenek, ahol szintén pozitív tapasztalatokról számolnak be ők maguk is. És még egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, ami az EMMI támogatásával valósul meg, ez úgy egy kicsit ilyen mostoha pályázat, ez a TIOP 331-a, a kormányablakoknak a kialakítása, és én szeretnék megerősíteni helyettes államtitkár asszonynak azt, hogy ez egy nagyon fontos számunkra ez a pályázat, nagyon-nagyon pozitív az ügyfelek irányába, és bár van vele sok-sok gond, de lassan haladunk vele előre, és szeretnék mindenkit meghívni, hogyha esetleg Kalocsán vagy Kecskeméten jár, Kalocsán a Városházán, Kecskeméten a Megyeháza épületében, itt a Kiskörút felüli sarkon átadásra került már 2 kormányablak, amely komplexen akadálymentesített, tehát nem csak a bejutás, hanem audiovizuális vonatkozásában is teljesen akadálymentesített a kormányablak. Ügyfelek szintén hatalmas megelégedéssel használják, birtokba vették, és jelentős ügyfélforgalmat bonyolítunk reggel 8-tól este 8-ig, úgyhogy aki esetleg még nem járt volna és ügyes-bajos dolga van, akkor szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen a figyelmet!